Mielőtt a viár meglett, ő már téged elkevezett, téged ő már akkor szeretett. Testedet ő alkotta, lelkedet ő formálta, azért vagy, mert ő akarta. Álljon meg,
Szemeimet a hegyekre vetem, mert onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálával van tele a szívünk azért, mert hatalmas vagy és nagy a te műved. A legnagyobb, hogy világot alkottál, ebbe a világba elhelyezted kicsiny porszem életünket. Rólunk naponta gondot viseltél, és fiad Krisztus által közénk jöttél, általa megváltottál. A benne való hitben megtartottál, és a mai napra eljuttattál bennünket, hogy ünnepet szenteljünk, és a te nagy neved dicsőségére éljünk. Köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk, hogy megáldod jelenléteddel Isten tiszteletünket. Köszönjük neked, hogy elkészítetted számunkra az ige üzenetét is. Kérjük alázatos szívvel, vágyakozó lélekkel. Amiképpen kérjük a kiszikkadt földre az éltető esőt, hogy könyörülj a természeten, a fákon, minden növényen, a madarakon, az élővilágon. Itasd meg a szomjú földet, és lelked igéd által itasd meg szomjas lelkünket is. Kérünk téged, hallgass meg imádságunkat, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóit, fiad, Krisztus nevéért. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, hallgassuk együtt Isten szent igéjét, ahogyan szól hozzánk a református vezérfonal mai napra kijelölt új szövetségi szakaszából. A Máté evangéliuma 8. részének 7-től 11. versig terjedő szakaszából a következőképpen Jézus Krisztus mondja: kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, az mind kap. Aki keres, talál. És a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Amikor halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, szeretett ünneplő gyülekezet, milyen csodálatos a mi Istenünk. Erről beszél Jézus Krisztus a mai újszövetségi igében, és szeretné oda irányítani a hitünk tekintetét arra, akinek egyedül érdemes figyelmet szentelni ezen a világon. Csak koldusként állhatunk meg az Isten előtt. Ez a mai Jézusi üzenet alapállása. Lehet, hogy emberileg nézve megvan mindenünk, vagy ami a legszükségesebb, van élelmünk, ruházatunk, lakásunk, autónk, szép ruhánk, ünnepi ruhánk, de mégis mindezekkel együtt csak koldusként állhatunk meg az Isten előtt. Aki el van telve világi javakkal, aki el van telve erővel és hatalommal, aki el van telve önmagával, annak az Istennel dolga nincsen. Csak koldusként állhatok meg, ugyanis min van, amit ne kaptam volna. Boldogok a lelki szegények, a lélek koldusai, mondja Jézus, mert az Istenben való békesség nélkül semmink nincsen. Bármi más van is, semmit nem ér, ha a lelkünk békessége hiányzik. Illetve bármink van, csak teherré válik, amikor felül kellene emelkedni mindazon, ami körülvesz. Igen, testvéreim, ha elengedésre tanít az Isten, mert azt mondja, egyszer azt súgja, hogy bolond az éjjel elkérik a lelkedet,
akkor ne kelljen elszomorodva az evilági kincset választani, hanem könnyed lélekkel azt mondani, jövök Uram, jövök hozzád. A lelki szegények azok, akik Isten lelkét vágyakozva, mi több koldulva kérik, hogy minden gondolatot, minden érzést, minden egyes sejtet hasson át a lélek, mert másképpen akarom látni a világot. Természetemből az fakad, hogy erőt vesz rajtam, köt és lehúz, szinte megbetegít a régi csüggedés. Ezért hát a lelkedet kérem, Uram. Szeretett testvérem, Isten igéje kérdez, tudsz-e ma koldusként megállni az Isten előtt? Csak így tud megáldani téged. Olyan elképesztően világosan fogalmaz Jézus Krisztus, amikor azt mondja, háromféle ember van, aki vele szóba áll. Három, nem csak a magyar, az isteni igazság is. Az egyik ember az, így mondja Jézus, aki kér, a másik ember az, aki keres, és a harmadik ember az, aki zörget. És ebben a háromféle viszonyulásban van valamiféle fokozatosság. Nézzük az elsőt röviden, azt mondja Jézus, hogy kérjetek, és adatik nektek. Semmi baj. Milyen nagyvonalú az Isten, azt mondja, lehet tőle kérni. És azt, aki őtőle kér, testvéreim, soha nem küldi el üres kézzel. Soha. Hallatlanul nagy ége az, ami szintén a Máté evangéliumban van megírva, hogy ő esőt ad igazaknak, hamisaknak, felhozza napját, jókra, gonoszokra egyformán. Még a naponkénti kenyeret is lehet tőle kérni. És a mi kéréseink teljesítését az Isten nem attól teszi függővé, hogy mennyire szeretjük őt, hanem minden kérésünket az Úristen az ő saját szeretetéhez méri. Mert enni adott, emlékeztek, 4000-nek. Enni adott, máskor 5000-nek. Nagyon jól tudta azt is, hogy ez a nép azután menni fog utána. De nem mert az örök élet kérdése foglalkoztatná őket, hanem az ingyen kenyér. Hogy lehetne abból újra részesülni? Mégis adott. Mindenki, aki kér, kap, mert atyánk mindig azzal a reménységgel tölti be szükségeinket, hogy a szívünk végre elkezdi őszintén keresni őt, minden jónak egyedüli forrását. Igen, testvéreim, a legalacsonyabb szintje az Istenhez való odafordulásnak, amikor kérünk tőle valamit. Ugye a Bibliában van egy ilyen történet is, hogy egy édesapa oda megy Jézushoz, a gyermekéért könyörög. Ő maga nem hívő ember, de mint utolsó szalmaszálként belekapaszkodik ebbe is, és azt mondja, hogy én hiszek, Uram, de segíts a hitetlenségemen. És ő akkor is segít. Semmit, szinte semmit nem kell tenni ahhoz, hogy kérj. Csak a kezedet kell kinyújtani, ennyi. Vagy titokban imára kulcsolni, vagy elsóhajtani csak szavak nélkül itt belül, amit meg szoktál tenni, hogy ja Istenem! Az életében mindenki átesik egyszer ezen, vagy talán sokszor, hogy kér. Még az ateista is. Kér. És még ő is onnan felülről kér. A második így hangzik. Keressetek és találtok.
Szeretteim, az Istenhez való odafordulásnak valamiféle második lépcsőfoka ez, hogy az ember energiát fektet az élete értelmének a keresésébe. Elolvas bizonyos könyveket, meghallgat bizonyos előadásokat, felkeres különböző szakembereket, vagy elmegy a templomba. A kereső ember túljutott már az egyszerű kéregetésnek a szintjén, és önmagát többre becsüli annál, mint hogy egész életében csak mások alabizsnájából éljen. A kereső ember, igen, a maga kezébe vette a sorsát. Ahogy a kisebbik fiú is, a tékozló fiú elment az atyai háztól, hogy élete legégetőbb kérdéseire saját válaszokat keressen. Igen, az ő története nagyon jó példa arra, amikor az ember keres, de rossz helyen keres. És akkor megtörténhet az, hogy mindent elveszít. Mert aki rossz helyen keres, azzal megeshet, hogy mindent elveszít. Vannak bebetonozott sorsok, vannak rendíthetetlenül makacs jellemű, mai mondjuk, hogy fafejű emberek, akiknek mindent, vagy majdnem mindent el kell veszíteni ahhoz, hogy értékelni tudják, amit maguk mögött hagytak, és amit nem becsültek. A tékozló fiú az elrettentő példa. Az etióp pénzügyminiszter, a múlt vasárnap hallottuk a történetét, ő meg a legvonzóbb irány számunkra, mert ő nem a tékozlásban, nem a dorbézolásban, hanem az évszázadok során összegyűlt értékek kincses tárában kereste az élete értelmét, hiszen mi csinált? Bibliát olvasott. Milyen sokan vannak, akik végre már keresnek, és a két véglet között valahol úton vannak, hogy megtalálják a választ az életük legégetőbb kérdéseire. Mi végre vagyok én a világon? Mi célja van velem az Istennek? Jézus ígérete mindig és minden körülmények között teljesedésbe megy. Aki keres, az talál. Az élet nagyon sok területén lehet értéket találni. Nem vitatom, a Biblián kívül is. És lehet lelkileg gazdagabbnak lenni. A sokat olvasott ember képzelet világa, szókincse, egész személyisége gazdagabb, mint aki mindezeket messziről elkerüli. És a szórakoztató ipar kínálta lehetőséggel megelégszik, hogy ezzel töltse el élete hátralevő idejét. Aki keres, az talál. Mit ér ez a régi mondás ma, testvéreim? A 21. században Jézus ígérete semmit nem veszített a súlyából, sőt, elképesztő méretekben válik valósággá. Mert mindenkitől karnyújtásnyira van minden vágyának beteljesedése. Ilyen világon. Csak kigondoltad, és már a tied lehet. Akár a valóságos, akár a virtuális világban. Vágyad beteljesülése egy kattintásra van. Mi ez, ha nem az Isten ítéletének küszöbön álló közelsége? Amikor minden szabad és mindent lehet, akkor a szabadsággal való elszámolásnak a közelébe értünk. Keressetek és találtok. Szeretett testvéreim, gyülekezetünk őrállói felelőssége megnövekedett. A küldetés népének kell, hogy tartsuk magunkat az Istentől elfordult nemzedék idején, a keressetek és találtok lehetőség tengerében, vagy sűrű sötét erdejében, a reformátusoktól annak kell kiáradni, annak a hírnek kell kiáradni szerteszét, hogy az igazán kereső ember a Bibliát nem kerülheti meg. Ezt jól jegyezzétek meg.
Nagyon sok értéket össze lehet szedni, még ma is a világból. De az igazán kereső ember a Bibliát nem kerülheti meg, hiszen maga Jézus mondta, hát ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van az örök életetek, de azok rólam tesznek bizonyságot. És a harmadik, azt mondja Jézus, zörgessetek és találtok. Megnyittatik nektek. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Igen, az Isten keresés harmadik lépcsőfokáról szól Jézus. Amikor az ember odaérkezik el, ahova tudatosan vagy tudattalanul, de mindig is vágyott, és igyekezett, ez pedig az ajtó. Hát mi tudjuk azt, hogy csak az ajtón érdemes zörgetni. Még az Istennél is csak az ajtón érdemes zörgetni. Milyen beszédes az, testvéreim, hogy az Isten házának ablakai mennyire magasan vannak. Szóba sem jöhet, hogy valaki ne az ajtón át próbálkozzék az Isten házába, az Atya jelenlétébe jutni. Jézus mondta a jó pásztor példázatában, aki nem az ajtón át megy be, az tolvaj és rabló. Tolvaj és rabló. Az életünk során sokszor betörünk az Istenhez. Idézőjelben. Betörünk az Istenhez. Nem az ajtón át jövünk, hanem valahogy másképpen, mert éppen baj van, most nagy baj van, segítsen meg az Isten. Ráverjük az ablakot. Vagy áldja meg az Isten azt a szándékot, ami a mi boldogulásunkat segítené, még úgy is, ha abból másnak kára lenne. Ez is betörés az Istenhez. Vagy azt mondjuk, bár verné meg az Isten azt, aki nekünk ártott. Ez is betörés az Istenhez. Vagy dögölne meg a szomszéd tehene, mert neki jobban megy a bolt, mint nekem. Ilyenekért jönnénk, de nem az ajtón át. Vagy ha mégis az ajtón át, akkor ott csak napszemüvegben léphetünk be az Úr jelenlétébe. Bocsánat, jelenlévő kivételek. Hogy ki ne látszódjék szívünk sötétsége. Csak az ajtón át lehet. Boldog, aki zörget. És ezt a zörgetést hol teszi meg? Az ajtónál, testvéreim. Mert tudja, hogy az Istenünk atyai szívéhez hogy vezet az út? Az ajtón át. Én vagyok az ajtó, ezt mondta Jézus. Ez olyan csodálatos. Én vagyok az ajtó, mondja ő. És aki zörget az Istennél, az kezdje Jézusnál. Szeretett testvéreim. Aki zörget az Istennél, mert fél. Aki zörget az Istennél, mert neki itt belül valami fáj. Aki zörget nála, mert álmatlan éjszakái vannak, mert elviselhetetlen szenvedései vannak, mert megszámlált napjai vannak, és ezt érzi, az Jézusnál kezdje. Aki zörget az atyai ház ajtaján, mert a szívében szeretne az Isten jelenlétébe, gyógyító jelenlétébe jutni, az Jézusnál kezdje. Mert ő az, aki felvette magára a fájdalmainkat. Aki magára vette, hordozta a betegségeinket. Hadd mondjam el, ez a kereszténység lényege. Minden más, csak népi vallásosság. El fog tűnni. Pár év, annyi se kell. Eltűnik a népi vallásosság. Eltűnik a templomi hagyomány tiszteletből járó Isten tisztelet. Mindenki csak Jézus Krisztusnál kezdheti, mert ő az ajtó. Akkor tudunk az élő Isten közelébe jutni, akkor nyílik meg az ég, és árad ránk az áldás, mert így mondta, nem mehettek az atyához, csak én általam. Olyan elmondhatatlanul bölcs vonalvezetése van annak, amit Krisztus Urunk mond ma nekünk, amikor azt mondja, hogy aki kér, aki keres, meg aki zörget. Így lépünk egyre feljebb. Egyre közelebb hozzá, és ezzel fejezem be, hogy kérni bárki tud, bárki.
Keresni már kevesebben indulnak el. Csak olyanok indulnak el keresni, akiket az élet rá kényszerít, vagy született igényük van a teljesebb életre. De zörgetni csak az fog, aki az ajtóra rátalál. És ez az ajtó, csupa nagybetűvel mondom, hogy a Szentlélek a szívetekbe írja, Jézus, ő az ajtó. Kedves gyülekezet, annyi mindent kértünk már, és meg is kaptuk az évek során. Lett megújult templomunk, szép és modern iskolánk, imaházunk, parókiánk, nagyon sok minden. Annyi mindent kerestünk már, és találtunk sok-sok értékes kincset, feledhetetlen pillanatot, és sok nehéz órát, sok kemény küzdelmet. És még ezután megszívlelendő meg annyi tanulságot, hogy mi végre történt. És közöttük találtuk meg a legmagasabb rendű tanulságot is, mert mi a legmagasabb rendű tanulság? Hogy akik az Istent szeretik, azoknak az Úr mindent a javára fordít. Kerestünk, és találtunk. Amikor pedig a legősibb könyvtárban, a Bibliában kutakodtunk, akkor az Úristen mindig, de mindig az ajtóhoz terelt bennünket. Az ajtó maga Jézus. Ez az ajtó most mi nekünk, Kossuth téri gyülekezetnek egy átjáró. Abból, ami volt, abba, ami előttünk van. Az átjáró is Jézus. Nem lehet megkerülni őt. Jézus Krisztusnál kopogtatunk a szívünk imádságával a gyülekezet megújulásáért. Jézus Krisztusnál kopogtatunk a mai napon drága presbiter testvéreinkért, hogy tudjanak a jóban elöljárók és őrállók lenni. Jézusnál kopogtatunk érettük határtalan türelemmel és kioldhatatlan vágyjal, hogy mindennél jobban munkálja az Úristen megtérésüket, lelki növekedésüket, hogy becsületesen kérő, szomjazva kereső egyház tagokból Jézus ajtaján kopogtató emberek legyenek ők. Ne magunk fölé, de rendíthetetlen testvéreinké, a legbátrabban húzó társainká tegye és formálja őket, szerető mennyei atyánk. Mi pedig szeretnénk velük együtt becsületesen kérő, szomjazva kereső, és a végén mindig a Jézus Krisztus ajtajához érkező egyháztagok lenni. Azért, hogy közösségünk Jézusváró, eljövetelét előkészítő, őhozzá hívogató, és a kegyelem bárkáján menedéket kínáló gyülekezet lehessen. Így legyen. Amen. Jöjjetek és válaszoljunk meg az ige szavára imádságban eképpen. Szerető mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük a te újjáteremtő igédet. Köszönjük, hogy lelked által a szívünkbe írod, hogy mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget a Jézus ajtaján, annak megnyílik az ég, az áldás, kivirágzik a gyógyulás, a megújulás, és erre van szükségünk. Áldj meg bennünket együtt és egyenként. Könyörgünk hozzád a betegekért, kórházban levőkért, különösképpen is az egyik presbiter társunkért, Veres Bertalanért, aki nem lehetett ma velünk, fogadalomtételen, súlyos betegségében, te gyógyítsd meg őt. Hadd legyen áldásul neki a nehéz próbatétel.
Könyörgünk minden betegért, akik kórházban vannak, vagy otthonaikban szenvednek, akik műtétre várnak. Áldott orvosunk, tégy csodát! Legyen hitünk elfogadni a te gyógyító kegyelmedet. Hallgass meg imádságunkat, gyülekezetünkért, népünkért, Anya Szent Egyházunkért, Krisztus nevében. Amen. Testvéreim, együtt mondjuk el azt az imádságot, melyre Krisztus tanított minket hallható szóval eképpen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.